És hát itt van egy múzeum is, ahova egyébként be lehet jönni. Akkor meg lehet tekinteni egészen elképesztő dolgokat, szóval, hogy ez a legtöbbünknek az életének a része volt például a mobil technológia és annak a fejlődése, de az, hogy így egy rakáson lehet ennyi eszközt megfigyelni, az tök jó kezdve a szerintem 90-es évek elején mobiltelefonoktól egészen az első iPodon meg iPhone-on át az iPad-ekig, szóval az tök jó. Szervusz, Laci vagyok. Magyarorsi Csaba. Nagyon köszönöm. Csaba, megnéztem, ugye rengeteg jó dolgot csináltál. És mindenki rengeteg jó dolgot csinált. És amikor szóltak, hogy jössz, hát akkor mondom, természetesen. 52 vitrin van, és 52 vitrin átfogja az informatika fejlődésének fontosabb elemeit, általában a hardvereket, mert a szoftvereket nehéz kiállítani. Bár az is épp legalább annyira fontos, mint maga a hardver. Amit itt lehet látni, először is a bevezető részben, 12 vitrinben lehet látni az információs forradalmak fordulópontjait. Itt ezen a fő részben pedig 40 vitrinben lehet látni 4 csomópontnak a fejlődését. Az első csomópont az a számolástechnika története kezdetektől napjainkig, kezdve a körzöktől és befejezve a személy zsebbe hordozható számítógépekig. Ezt lehet itt látni nagyjából 10 vitrinben. A következő sorban az adattálás történetét lehet látni. Az adattárlás kezdve a lyukasztásot és befejezve az elektronikusakig, a szilárd test és optikaig. A harmadik elemsor az az elektronika fejlődését mutatja, kezdve az elektroncsövektől és annak az előfuterától az izzóktól, és befejezve az egykártyás számítógépekig. És a negyedik sor pedig szintén 10 vitrében ezt a konvergenciának nevezett jelenséget próbálja röviden szemléltetni, hogy a technológiák összeolvadnak. Finommechanika, rádiótechnika, számítástechnika, telekommunikáció, és végül is okos eszközökben megjelenik minden. Itt az órászerszámokkal kezdődik, mint a mechanikus eszközök első futáraitól, és befejezve az okos eszközökig, a mindenféle Apple termékekig, kezdve az Apple 2-től, és befejezve a különböző mostani új okos eszközökig. És mi van ott bent? Látok egy csomó nyomtatott áramkört. Hát az irodám. Az egy iroda? Benézhetünk oda? Értem, hogy nem a kiállítás része, de annyira jól néz ki innen kintről, hogy muszáj. Optikailag az nem néz ki rosszul. Nagyon-nagyon jó. Tehát ez egy ilyen. Meg némi bakelit, meg gramofon lemez, meg lyuk lemez. Ez egy szertár, egyben az irodám is. Hát mint minden múzeumnak kell, hogy legyen raktára, és ez nagyjából egy ilyen raktár funkció is, itt tárolok dolgokat. Ugyanakkor bizonyos részei kiállítási szolgálnak, mert például itt a PC-k alaplapjának az evolúcióját lehet látni. Ez annyira jó, hogy itt ez... Úristen, gyerekek, mintha óvodás lennék, és bekerültem volna a cukorkaboltba, vagy valami ilyesmi. Baromira tetszik itt minden. És hát az a baj, hogy nagyon sok izgalmas erre fogunk még menni. Cyrix M2-es, ki az, aki a 90-es években már informatikával foglalkozott? Ez pontosan emlékszik arra, hogy mennyire izgalmas volt az az időszak, amikor a Cyrix és az AMD megpróbálta legyomni az Intelt, meg a Pentium Pro-t, és itt ilyenek is vannak. Szóval, hogyha erre lenne, nem tudom, érdeklődés, akkor azt jelezzétek valamilyen módon kommentben, és akkor megpróbálunk visszajönni csak ide ebbe a múzeumba, és végignézni mindent, ami itt van. Most néhány dolgot azért csekkolunk, néhány látványosságot, de azt gondolom, hogy ez a 2-3 perc, amit erre a bokra szántunk, az még akkor is kevés, ha ebből valójában inkább 5-6 lesz. Erre is emlékszem, úristen, ez meg egy ilyen afrikai iskoláknak indított 100 dolláros laptop projekt. Na jó, szóval, hogy itt fogom ezt a blokkot, ezt itt elvágom, mert hogy az a helyzet, hogy ez képtelenség. Ezt nem lehet így összecsapni, ez nem arra való ez a múzeum, hogy 2 perc alatt le tudjuk, ide visszatérünk, ez most már eldőlt. Akarjátok, hanem én ide visszatérek. Találkozunk egy következő adásban. Kösz, hogy velem voltatok. Sziasztok!